mert ő is szeretne tapadni Van Gervenre. Ha az első forduló alapján kell a következőket levonni, akkor ma Van Gerven nem nagyon lehet megállítani, de hát pont ez a jó a lebonyolításban, ugye, hogy azért itt minden mérkőzés más és más, tehát azért, mert valaki kidobta magát az első fordulóban, nem biztos, hogy ezt folytatni tudja a másodikban. Igen, meglátjuk majd. Minden esetre most jön Jody Clayton és Peter Wright, a világbajnok, tehát úgy tűnik, hogy kezd visszatérni, és a torna előtt egy ilyen elég komoly nyilatkozatot tett azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon komolyan kell változtatnia itt a mérkőzéseken nyújtott teljesítményén, mert nagyon egy öndiagnózis volt, azért ezt ne felejtsük el, és nem véletlenül jutott el idáig, tehát azért nagyon képe vannak a dárc játékosok zöme, nagyon képe van saját magával. Főleg, hogyha még jó tanácsadóik is vannak. Na, Johnny Clayton kezd, ugye ugyanígy 6 nyertig megy a mérkőzés. És egy 180! Hát nem kezdődik rosszul, maradjunk abban. Második az már benne van, a jól látom. 80, viszont a harmadik kipattant. Százas. Százas megint. Csak most Peter Wright-tól. Száz. Már három kör után kiszállon Johnny Clayton, ugye a 180-nak köszönhetően nagy előnyt tudott kidolgozni az elején. Szóval most jöhet egy 180 Peter Wright-tól is. Második nyíl a fölötte, százas. Van 9, 32-je maradt. Százöt, igen. De 32-re jön Clayton, és azt nagyon szereti, 32-t. Még mindig 32. Na, második is mellé. De harmadik is. 116-tal brékelhet azonnal a meccs elején Peter Wright. De kell tőle az extra. Ez jó. 16-os. Az is jó a közepén, és a dupla 20. Oh, közel volt. Clayton megint dupla 16. Most már itt a teher, azonnal be is dobja. 32. Egy lehetőség elment Peter Wright-nak. Break vonzásában, vonatkozásában. Második nyilván jó a triplába. 140. Kilencvenhetes. Ranglista első 4-4-ben. Most is. Ugye? Igen. Azt hittem, ebből lesz egy 140 minimum, de ezzel a százassal is csak fölzárkózni tudott. A 140-180 kellett volna Claytonnak. Na nézd meg! Nagyon koncentráltan játszik Peter Wright egyébként. Látszik rajta, 121, hogy... Hogy most tényleg nagyon akarja a sikert is. 140-e marad. 81. Dob Clayton, de most fönnmarad egy kicsit. A második legben. Ez jó. Az is jó, és a dupla 10.
Az utolsó nyilat hibát. Igen. Oké, egyelőre. ...99, 124 a maradék, és újra a dupla 10-re. Bedobja. 13 nyilas leg. A skót Michael Fangerben, láttad? Azért... Ez nagyon jó kép volt. Láttad, azért lejátszott a meccsét, nyert 107-es átlaggal, majd lement, és egy... Szurkol Peter Wright. Peter Wright-nak szurkol egy skót zászlóval. Azért ez nagyon kemény, nem? Ugye jó kezdés, az is benne. 180! Alapul. Valamit érzel a levegőben egy kis... Valami tétje legyen. ...kilenc nyilast. Én nem szeretném, hogy legyen 9 nyilas. Ez fölötte. Az alatta. Hát ilyen 45. ...99-el. Mindig hátsó pályán előnyösebb helyzetben. Azt nézd meg! 180! Csak betette közé ezt a 45-öt. Az elmegy a tripla 5-be. Az viszont nagyon jó. Bedobja! Elveszi Clayton kezdését. Csak az, hogy elveszi Clayton kezdését, hanem dobott Peter Wright az előbb. Ugye 16 nyilassal kezdett Johnny Clayton, és utána dobott egy 13 nyilas, majd egy 12 nyilas leget. Szenzációs. Nem kezd jól. 81. Jön a végére. Összehozta, igen. Tud-e magasabb szintre kapcsolni Johnny Clayton, ez fontos lenne neki most. Ugye elkezdje dobálni ő is a két triplás köröket, mert akkor egy olyan éles meccset láthatunk, hogy megint híres lesz róla a Berdin. Százas. ...18-as tripla megvan. Az mellette tripla 20-as még jó lehet. 92 a dobás, 210 marad. Ez csak egy 100-as. Itt 120 van Peter Wright-nak, ugye ez egy szektor. Shanghai-jal be is fejezheti. Clayton 110-re megy le. A 3-1. Sima megvan, most hogy kell egy tripla. Igen, igen. Oh, tőlem oda. A triplát kértél. Hát ő teljesítette. Most lemegy 40-re. Na, de a 110. Itt is egy nyíl marad, és ott az jó lehet. Oj, be! Ó, de közel volt egyébként. Erik suhant a cél felé. Azt hittem, először benne van, ahonnan mutatták. Dupla 20. Bokolja. 3-1. Fangerben erre van nézőtére. Fú, mennyi... Azért nagyon-nagyon
szeretne nyerni Peter Wright. 60-as. Az sima, mind a kettő. Ő is 60-nal kezd. Az alatta van. 100-as. Hatvan. Nagyon jó a tripla, a második is benne van, kell neki. 180! Ez a második 180-a neki is, 4 volt a meccsen. Negyven a válasz rá. Na lesz 161-es kiszálló belőle. Jó, tripla 17, az is, és a bull. Ó, ő rádob, ő nem szokott. Ő nem vár. Nem ám bizony. 136-tal 25 pontja marad. Na, figyeld. 140. Na, 25-re. 9, dupla 8. Még mindig a dupla 8. Nem, nem dobja be! Ez most nagyon nem. Ez most nagyon nem. És a 101. Tripla 19. Az megvan, jó. Dupla 12. Ó, ez messze volt. 89-el. Alá ment. 12, igen. Dupla 2. Az jó. Megoldja. 16 nyilas leg. És a kezdés. Nincs tripla. Nincsen bizony. Nem úgy Johnny Claytonnál. Ő kezd el kicsivel jobban játszani. Ez így kevés. Főleg így. Főleg így. De jó ez most. 140-es. Nagyon visszaesett most Peter Wright teljesítménye egyébként. 85, a végén jött egy tripla. A 60-60-85-ös sorozat. Kezdésből. 82, 100. Két tripla kell ahhoz, hogy kiszállón lehessen. Szektorhiba nélkül. 180, és összerakta magát. Hát 118, igen, 62 a maradék. Na megint egy 100 fölötti kéne. Az előbb kihagyta ezt. Még mindig jó, tripla 20 kell, és a dupla 18, ebből így már nem lesz kiszálló ebben a körben. 60, 56 a maradék, 62-re, tripla 10. Az előző meccsén megcsinálta két nyillal. És 32. És ó, és kihagyja. Igen, luxus, luxus. És a dupla 20-ra két nyíl. Fölötte. Bedobja! 4-2. Most inkább óriási nagyot viaskodott most saját magával Peter Wright, mire összerakta magát. Első nyíl után kiejti a kezéből. Az is benne.
140. Ötvenhetes. Az meg egy 180. Haj, ez 41, ez most nem volt jó, de így is kiszállón van előbb Clayton, bőségesen. 100-as, na 140-re. Kerekíteni fog tudni kell hozzá, tripla 20-as, 40-e marad, megint 41, 140, 180, 41, 41. Itt csak 99. És az három nyilas kiszáll, ugye két nyílból nem lehet megoldani. Nine. 164-re megy le Peter Wright. Na és a 99. Megvan a tripla. Jó. És 32. Megint az nem jön. Igen, 67-tel marad a 32-je. 164. Tripla 20. Mivel nem lesz 164-es kiszálló most. 64 marad. Újabb kísérletek 32-re Johnny Claytontól. Dupla 8. Megoldja. 4-3. Nagyon jó kezdés eddig. Rájtól, igen. Na, kell a tripla, 60-as. Százas. Hatvanas. Csak kicsit visszaestek a játékban. Hát ez jó. Az is. 177-tel lekerekít 24-re. Fál is. Száznegyvennel 76-ra. És a dupla 12. Dupla 6-os. Na. De nem dobja be. Nem, bizony, és ott volt nagyon közel. És itt a sansz, 76-ot megoldja, akkor 4-4, és ő van előnyben. És be meg is oldja. Ez most fordulópont is lehet akár. Százszegyvel. Hát ez 140.
140. Most nagyon keményen játszan mind a két játékos. Melyikük hibázik először? 140. Na, itt most nem lesz 140. 60. Kiszállónak kiszálló 161. Nézzük Peter Wright, hogy tudja erre reagálni. Ő neki sem jön. Nem. 60 neki is. 140, 160. Ebből nem lesz kiszálló. Ó, 137-tel. Lerakja 24-re magát. Ki kell szállni 161-re. Meg kell oldani. Ez jó eddig. Áj, alá megy. 97-es. Johnny Clayton 5-4-jel. Az előbb ez nem kifogott Peter Wrighton. Bedobja. Ő bedobja. Mi, ha be akar jutni Peter Wright a döntőbe, akkor mind a két meccset, vagy legét meg kell, hogy nyerje. Innentől kezdve. És nem kezd jól, 58. Most Johnny Clayton van egy kicsit lelki előnyben. Ha sikerülne a kezdése. Már pedig sikerül, mert 140-et dob. Nem kell kezdeni. 19-esen oda is téloz, nagyon jó, folytatni kell tovább. Még mindig jó, tripla 19 kell. 95, így nincs kiszálló. Visszajöhetett volna kezdésből. Egy jó sorozattal Johnny Claytonnak előnye lehet. 60. Így is kiszálló van, de ugye 160 egy nagyon magas kiszálló. Az is jó. Lemegy 28-ra. Le. 180. Hetedik a meccsen. 4-3-ra vezetett a Peter Wright. A tripla 20. Aj. És visszadobja. Vissza bizony. 137-tel lemegy 24-re. A 28 ellenében. Dupla 14-re dobja. Dobja. Ó, és öntőleg. Öntőleg, ja. Beindították, hogy vége a meccsnek, és közben nem volt vége. 5-5. És ez egy kicsit megzavarja Clayton. Egy egyessel kezd. 81. Ó, meg egy ötössel. Csak hogy egyenlő legyen a dolog, aztán nem jön a tripla. Nem jön. Ott a tripla. Sem jön. 44. Nem tudta kihasználni ezt a 81-es kezdés Peter Wright. Johnny Clayton azért oda ficakba berakta az első nyilát a tripla 20-asba, 99. Na most meglátjuk, mennyire van egybe fejben Peter Wright. De azt is, hogy Johnny Clayton mennyire. Százas. Óriási előny most ez. Visszadobja. 140. Nem lehetett volna kiszállon úgyse, de hát akkor is. Jobban áll Clayton, ez tény és való. 100-as, 41-e marad. 177-et kell dobni. De hát ebből nem lesz.
Második tripla benne van, dobhatja tovább a 20-ast. 81. 136 magas, 9 dupla 16. Nem dobja be! Na! A lehetőséget megkapja Peter Wright. Igaz, hogy 136-ról kéne ezt befejezni. Hát az egy olyan extra. Bedobja az egy jó. Ó, az nagyon fölé ment. 96. Marad a 40, dupla 8, Johnny Clayton 3 nyíl a döntőért, bedobja. Hát nem lesz skót döntő, Aberdeenben Peter Wrightnak nem jön össze. 6-5-re kikap Johnny Claytontól. Johnny Claytonnak megmarad az esélye arra, hogy közvetlen közel ott, ott maradjon. Igen, hogy vagy akár be is előz. Akár be is előzzön. Ez most már csak Van Gerwenen. Meg James Wade-en. Meg James Wade-en. Mert hogy az lesz a következő elődöntő, mindjárt jövünk vissza.